előjelzett táblák Márté Tamás, a Dunai vízirendészeti kapitányság rendőr alezredese többek között a téli időszakra való felkészülésről beszélt a Tengelicen tartott révész konferencián, ahol az ország komp üzemeltetői és a szakemberek rendezvúztak. A tisztújító közgyűlésen továbbiakban is bizalmat szavaztak Kiszli Károly elnöknek. A konferencián az elmúlt időszak tapasztalatairól és nehézségeiről is szó esett. Tolna megyében két kompa, a Gerjen-Kalocsa és a Dombori-Fajsz közötti megszűnt. Így a Paksi az egyetlen még üzemelő átkelő, mely gazdaságtalan ugyan, de működik, mondja a tulajdonos. Hamarosan kezdődik a Paksi és Kalocsa közötti híd építése. Sokak életét megkönnyíti majd a létesítmény, de a révészek munkanélkül maradhatnak, ugyanis elviheti a forgalom nagy részét. Próbálok előrelátni, tehát ha ne adj Isten a komb, uh, fu, vite, uh, fu, fu fuvarjait, forgalmát elviszi a híd, akkor hogy mi mást fogunk tudni csinálni. Tehát már van egy gondolatom az, hogy mit tudok majd, ha ne adj Isten a megszüntetjük, ugye mivel nem gazdaságos üzemeltetni, az akkor valamivel mással. De ugyanúgy ott azon a helyen kell csinálni valamit. A Duna magyarországi szakaszán több helyen le kellett már állítani a komp közlekedést a vízállás. Rekord magas vagy éppen alacsony mi volt a miatt. Makson ilyen gond nem volt, legfeljebb korlátozták a teherbírást. A Tiszán üzemelő tisza kompnak főként turisztikai jelentősége van, így a megszűnés őket kevésbé fenyegeti. A Tisza parton egy gyönyörű üdülőövezetben lakunk, és a forgalmunknak ugye a 80-90 százalékát leginkább az idegenforgalom, illetve a turizmus teszi ki. Magyarországon 66 komp létezik, ennek mindössze kétharmada üzemel. Országos szinten 360 millió forintra pályázhatnak, hangzott el a konferencián, melyet üzemeltetésre és fejlesztésre fordíthatnak, hogy életben maradhasson ez szép és hagyományos mesterség.